Az előző városvezetés egy kicsit negatívan állt hozzá ahhoz, hogy itt egy ilyen pálya alakuljon. Az új vezetés azonban 10 millió forintot biztosított a létrehozásra, mely a sportcsarnokkal közösen lesz a létrejövő Buzánszki Sportközpont alapja. Nyilván ez a fejet nem zárult le, hiszen a konténeröltözők helyezése folyamatban van, illetve nagyon szeretnénk még a májusi megnyitóra egy 72 főre és mobil ellátót is kialakítani. A legutóbbi önkormányzati ülésen született meg a határozat, hogy a sportközpont az aranycsapat dombovári illetőségű tagjának nevét viseli majd. A pálya a szerveződő sportosztály mellett a tömegsport igényeit is kiszolgálja. Nem a tornaórákra szeretnénk elsősorban használni ezt a pályát, hanem kifejezetten a fociosztálynak és a kispályás labdarúgó bajnokságokra használnánk. Az első gólnak várhatóan májusban örülhetnek majd a játékosok és a szurkolók.